amelynek tetszik, nem tetszik az a konklúziója, hogy az elmúlt 20 esztendőben megváltozott biztonsági környezet indukál egy olyan HVT módosítást, amely itt ebben a pillanatban előttünk van, és minden értelemben kielégíti a legkényesebb politikai és szakmai ítész igényét is. Nos, elnök úr, tisztelt miniszter úr, valami inszinuáció történt. Azt kell önöknek mondanom, hogy valami nagy baj van. Valószínűleg az ellenzéki képviselők nem ugyanabból a törvényjavaslatból dolgoznak, mint önök. Valószínűleg mi egy ilyen mínusz nulladik példányt kaphattunk, mert a mi törvényjavaslatunk, amit mi ismerünk, egészen biztosan nem felel meg azoknak a kényes szempontoknak, de még egyébként egy nemzeti elkötelezettségű, az országára büszke és az ország iránt elkötelezett becsületes magyar ember igényének sem. Nem felel meg egyszerűen azért, mert olyan módon és formában nyúl a törvényhez, amely egészen biztosan olyan szabályokat kezdeményez, amelyek nem ide, nem itt és nem most valósiak, illetőleg olyanokat felejt ki, amelyek meg egészen bizonyosan egy honvédelmi törvénybe kellene, hogy szerepeljenek. Azt kell önöknek mondanom, hogy szerintem ez a törvény előkészítésében, a törvény szabályozási elvében egy borzasztó nagy demokratikus deficittel rendelkezik. Erről a későbbiekben szeretnék szólni. Úgy gondolom, mert hogy 4 pontról beszélnék, úgy gondolom, hogy jelentős szakmai deficit is mutatkozik a törvénytervezet indoklásában, a szabályozás körében és módjában. Ha már deficit, akkor azt gondolom, hogy nagyon súlyos agályok vannak és merülhetnek föl a finanszírozást, a honvédség működtetését illetően is. Negyedikként pedig azt kell mondanom, hogy komoly szakmai agályok merülhetnek föl, magának a jogszabálynak a szerkesztése, a kodifikálása szempontjából. Mennék sorba, hogyha megengedik. Miért mondom azt, hogy van egy demokratikus deficit az előterjesztés módjával és egyébként a tartalommal kapcsolatosan? Tisztelt képviselő társaim, tisztelt miniszter úr, kedves vendégeink, nem volt még olyan honvédelmi törvény, amely úgy került volna a parlament elé, hogy azt ne előzte volna meg egy politikai, szakmai egyeztetés. Nem volt még olyan törvény, kétharmados törvény, most már sarkalatos törvény, amely ne igényelné azt, függetlenül attól, hogy a parlamentben van-e valakinek kétharmada vagy sem, hogy megvitassa azokkal a szakmai és politikai szervezetekkel, többet mondok, a saját kormánypárti képviselőivel azt a törvényjavaslatot, amelyet egyébként el kíván fogadtatni. A honvédelmi miniszter úr büszke volt az alaptörvényre, amit az ő 94-es időszakában, vagy azt megelőzően fogadtak el, amikor ő ott dolgozott. Ha emlékszik rá, akkor már volt ilyenfajta egyeztetés. Azt kell mondanom, hogy még ősszel is volt. Mert az ilyenfajta egyeztetések nem egyszerűen csak arról szólnak, hogy a mindenkori hatalom úri kegyet gyakorol, hanem arról szólnak, amely egyébként az első paragrafus első bekezdésében benne szerepel, hogy nemzeti ügy. Tessék mondani, mitől válik ez nemzeti ügyé? Hogyha egyébként az országgyűlés kisebbségben lévő képviselőit, a szakmai szervezeteket ebben az ügyben meg nem kérdezik. Hogy hogyan látják ezt a kérdést, mit gondolnak erről? Ugyan tennének-e már javaslatot, hogy hát ha lehetne olyat csinálni, ami egyébként valóban megfelel azoknak az igényeknek, amelyek nemzeti szinten értelmezhetőek, és teljesen természetes a kormánypárti többség majd a kétharmados lendületével érvényesíti még azokat a kérdéseket, amelyeket akar. De demokratikus deficittel rendelkezik a törvény a beltartalma alapján is. Hiszen, tisztelt képviselőtársaim, a honvédelmi törvény az egyik olyan alaptörvénye volt, most már sarkalatos törvénye a magyar köztársaságnak, ahol nagyon erősen korlátozzák az egyének szuverenitását, hiszen a haza védelme okán olyan fajta kötelezettségeket rónak ki,
amelyben egyébként van társadalmi egyetértés, de amely mégiscsak a személye szabadságát, mozgását korlátozza, amiben minimum szükséges egy méltányos, egy igazságos, a jogorvoslatot mindenhol és mindenkoron tartalmazó feltételrendszert kialakítani. Olyan kérdéseket szabályoz, amely az ország biztonságát végső soron valamennyiünk életét érdemben érinti, ahol nem lehet egyszerűen korábban jól működő jogosítványokat elvonni, ellenőrzési lehetőségeket elzárni, jogorvoslatot kizárni, annak érdekében, hogy valami hatékonyabban működjön. A Honvédelmi Bizottság a köztársasági elnök jogának sérelme épp úgy benne van ebben a dokumentumban, mint például a munkavégzésre alkalmatlan ember fellebbezési lehetősége, vagy az a rész, amikor is a lelkiismereti szabadságát majd valaki valamilyen módon ellenőrzi annak az illetőnek, aki ezt mondja. Értsék jól! Egy katolikus lelkész, ha majd azt mondja, hogy ő nem akar egyenruhába bújni, az rendben van, mert ő katolikus lelkész, másnál adott esetben ezt már majd valaki valamilyen formában megvizsgálja, és akit megvizsgálnak és elutasítanak, annak semmilyen módja nincsen arra, hogy ezt a fajta elutasítást egyébként megfelebbezze. Óriási visszalépés, még a 94-es törvényhez képest is az az alapelv, amely abból indul ki, hogy a kétharmad bűvöletébe most egyébként egy nagyon rapid, nagyon kemény, a kormányzat mindenhatóságát biztosító szabályokat fogadjunk el, anélkül, még egyszer mondom, hogy a demokratikus ellenőrzési kontroll szerepét ne értékelnénk le. Nem szabad meggyőződésünk szerint ilyenfajta hibákat véteni, egyszerűen azért, mert ez a fajta törvény, ami egyébként a nemzet egységét volna hivatott ilyen-olyan módon szimbolizálni, nem lesz a kirakatba tehető, mert egyébként azok a partnerek, akiket önök most kifelejtenek ebből a dokumentumból, lásd NATO, azoknál ez a fajta mentalitás nem szokás. Az a helyzet, hogy mi a NATO-tól, miközben egyébként sokan a tevékenységét nem tekintik áldásosnak, aközben nagyon sok mindent kaptunk. Ha emlékeznek rá, a délszláv válság idején éppen a NATO szervezésében védték a déli határainkat, ha emlékeznek rá, annak okán vannak itt most pápán, hogy mi közösen megállapodtunk, és a befogadó nemzeti támogatás, mint intézmény, mint jogrendszer csak annyiban szerepel a papírban, mint amennyiben az értelmező rendelkezések között tűnik föl ez a fajta kifejezés, hogy befogadó nemzeti támogatás. Miféle együttműködés az? Miféle szolidaritás egy szövetségi rendszerben, ahol egyébként a szövetségesről úgy gondolkodunk, hogy hát a fenének vagy te itt, tulajdonképpen mi egy nagyon-nagyon erős, bátor nemzeti intézményt építünk, ahova te nem kell lesz. Azt mondják képviselő urak, azt mondja a miniszter úr, hogy megváltozott az elmúlt x évben a biztonsági környezetünk. Egyetlen egy példát nem mondtak, nem is szerepel egyébként a javaslatban, egyetlen egy példa sem, arra vonatkozóan, hogy a megváltozott biztonsági környezet és biztonsági helyzet milyen további lépést és cselekvést indukál. Mert ugye nem a megváltozott biztonsági környezetünk indokolja a köztársasági elnök hivatalának védelmét. Nem a megváltozott biztonsági helyzet indokolja a közmunkaprogramban való szereplést. Nem a megváltozott biztonsági helyzet és környezet indokolja a koronavédelmét. Tudják, a megváltozott biztonsági környezetnek azt szokták mondani, hogy most már nem állam feszül államnak általában, hanem van egy úgynevezett aszimmetrikus kihívás, és az aszimmetrikus kihívásba bizony-bizony ide tartozik a terrorcselekmény, különböző reguláris csoportoknak a fenyegetése, az jelent országoknak, országcsoportoknak komoly veszélyt. Na de hogyha ez jelent országnak, országoknak komoly veszélyt, akkor az erre való felkészülésnek, az erre való, hogy is mondjam, csak figyelemnek egészen bizonyosan meg kellene jelenni a honvédelmi törvénybe. Nem. Mi erről tökéletesen elfeledkezünk. A miniszter úr mondja azt, egy NATO tanácskozás után,
hogy bizony, most már nekünk arra kell figyelnünk, hogy a magyar köztársaság biztonságát az úgynevezett cyberbűnözés és hadviselés fogja veszélyeztetni, hiszen majd egy zárt teremből adott esetben meg lehet bénítani számítógépes behatolással ellátórendszereket, hálózatokat, meg nem tudom mi micsoda. Igaza van, amikor ezt mondja, de nincs igaza, amikor ennek jelét nem teszik bele a parlament, vagy a törvényjavaslatba. Amikor nem mutatkozik semmi szándék, semmiféle törekvés arra vonatkozóan, hogy ilyenfajta veszéllyel mi számolunk. És ennek a veszélynek az elhárítására ilyen és ilyenfajta intézkedéseket és intézményeket vezetünk be. Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy nem az a modern honvédelmi törvény, ami félti Magyarországot a szlovákoktól, a románoktól, az ukránoktól. Nem attól leszünk egyébként nagyon-nagyon nemzetiek, hogyha ezeket azt írjuk, hogy ezek marha veszélyesek ránk, ha így van, se írjuk oda magunk között szólva, mert ezek közül kettő például egy szövetségi rendszerben van velünk. Ezek közül mindegyikben jelentős magyar kisebbség él, akinek mi az érdekeit ilyen és ilyen módon nem sérthetjük. Nekünk velük együttműködést kell kialakítani, éppen nagyobb és másabb és általánosabb veszélyek elhárítására. Én azt gondolom, hogy ha ezt nem értik, akkor borzasztó nagy baj van. Mert a magyar honvédség nem nemzeti ügy lesz, hanem egy tekintélyében folyamatosan fogyatkozó Fidesz-Magyar Polgári Párt saját honvédelmi politikája. Márpedig abból ki kellene emelni. És abból kiemelni egészen bizonyosan csak párbeszéd útján lehet. Miért mondom azt, hogy van a törvénynek olyan fajta szakmai deficitje az indoklásban, a szabályzási körben, ami egészen biztosan álláspontom és álláspontunk szerint ide tartozik. Nos, tisztelt képviselőtársaim, Iváncsik Imre képviselőtársam, a Honvédelmi Bizottság alelnöke az imént elmondta, hogy a korábbi honvédelmi törvényben nagyon sok olyan elem volt, amit egyébként a kétharmad kényszere miatt konszenzussal fogadtunk el, amely korrekten szabályozta a minősített időszakban a kormány működését, korrekten szabályozta azt, hogy hogyan lehet behívni embereket, és hogyan lehet különböző programokra fogni az egyébként addig katonai szolgálatot nem teljesítő embereket. Ezeknek egy jelentős része most kimarad a törvényből. Ezeknek döntő többsége majd egy majdani kormányzati döntés alapján kerül ide vagy oda vagy amoda. Ennek az a problémája, hogy egyébként minősített esetben, akkor, amikor a vezérkari főnök úgy látja, hogy most már nem csak a közmunkára fogott embereket kell Debrecenbe szállítania a stadion építésére, hanem egyéb iránt más feladat is van, akkor azon fog múlani az ő képessége, hogy a honvédelmi miniszterének milyen lehetősége, milyen ereje van a kormányon belül. És ha a honvédelmi miniszterének egyébként ereje van, lehetősége van kormányon belül, akkor egyébként majd a volánvállalatok adják a buszt, és mindenki más adja a buszt, elnézést a profán példáért. De a honvédelmi minisztere nem elég erős a kormányba, akkor majd a gazdasági miniszter azt fogja mondani, hogy nem. Más fogunk csinálni. Más a dolog. Hogyha ez nincsen szabályozva, hogy minősített esetben a honvédelmi miniszternek, a vezérkari főnöknek mi a dolga, mi a szerepe, a többinek egymáshoz való viszonya milyen, akkor azt kell önöknek mondanom, hogy a minősített helyzet nehezen szervezhető. Ezt hagyják ki belőle. Ezt kihagyni, azt kell mondanom, hogy problémás. Látom a reagálásokat sok tekintetben, meg a metakommunikációt. Legyenek kedvesek összehasonlítani a volt törvényt a mostanival. És akkor ami kimarad belőle, az nekem meggyőződésem, hogy nem egyszerűsítés, hanem egy olyan rövidítése a törvénynek, amely egyébként alapvető jogokban, lehetőségekben korlátozza a magyar honvédséget. Higgyék el, én a magyar honvédség és az országvédelem lobbistája vagyok. És ezt tőlem elvenni még akkor sem fogják, hogyha egyébként azok, akik most ezt hivatásszerűen űzik, számos alkalommal belém rúgnak. Ettől függetlenül nekem az intézmény iránti elkötelezettségem az egészen bizonyosan fönnáll. Nem arról van szó tehát, hogy rossz ellenzéki kedkeckedéssel közelítem meg a dolgot, hanem arról, hogy egy kormányzati működésen belül
a mindig is érdekérvényesítési problémákkal küzdő védelmi szervezés, együttműködés hogyan valósítható meg a legeslegjobban. Hogyha ennek a törvényi garanciáit nem rakják bele a magába a jogszabályba, akkor iszonyatosan nagy konfliktusok elé néznek a következő időszakban. Azt kell önöknek mondanom, hogy a törvény szakmai szempontból, amikor kritizálom, tartalmaz néhány olyan kitételt, amely nem egyszerűen csak idézőjelben rakom hitéleti kérdés, mint a Szent Korona Nemzet Egységének megtestesítője című kérdéskör, mert ebbe valószínűleg nem fogunk egyetérteni. De az a megközelítés, amely azt mondja, hogy minősített helyzetben az egyébként parancsnoklást ellátó személyt leváltják adott csapat éléről, mert hogy majd olyat raknak oda, aki adott esetben megbízható, ez nincs benne, de ez nyilvánvalóan ez az ok, akkor az borzasztóan nagy veszély. Mert miközben önöknek, egyenruhásoknak, meg nem egyenruhásoknak azt mondják, hogy egyébként politikától függetlenül legyenek kedvesek ezt csinálni, közben meg tudják azt, hogy ott van önökön a megbízhatatlanságnak a billoga. Nem jó. Nem jó, különösen akkor, hogyha ezt a politikusok rakják rá a saját intézményükre. Azt kérem, hogy legyenek kedvesek már ezt átgondolni, legyenek kedvesek ebben, hát hogy is mondjam csak, a módosító javaslataink alapján toleránsak lenni. Azt mondja a miniszter úr, megjegyzem, nagyon rossz tréfa volt, hogy az a katona, akinek nincs fegyvere, az hadifogoly. Láttam, a kormánypártiak mosolyogtak. A törvény nem így nevezi a fegyver nélküli katonát. Hogyha a miniszter, egyébként meg a rendszer a fegyver nélküli szolgálatot úgy tekinti, hogy a szinonim a hadifogollyal kiiktatja a korábban egyébként meglévő polgári szolgálat lehetőségét, azt gondolom, hogy nem jár el helyesen. Nem jár el helyesen, mert nemzetközi normákat, nemzetközi szabályokat és korábbiabban egyébként működő gyakorlatot sért, aminek nincs más indoka a módosulásra, semmint az, hogy csak. Na most a semmint az, hogy csak módosításokat kellene egy ilyen szituációban elfeledni. A kétharmad nem a mindentudás lehetősége, hanem egyébként a nagyvonalú együttműködés lehetősége. Ez úgy hiányzik ebből az egész törvénytervezeti előkészületből, magából a törvénytervezetből, mint annak a rendje, és én azt gondolom, hogy erre a későbbiekben kellene figyelni. Tisztelt képviselő társaim, tisztelt miniszter úr, a Magyar Honvédség és a védelmi rendszer finanszírozásával kapcsolatos kérdéskör tetszik, nem tetszik egy ilyen szituációban megkerülhetetlen. Miközben egyébként a NATO-ba folyamatosan azt mondjuk, hogy törekszünk minél nagyobb védelmi kiadásra, aközben egyébként pontosan lehet tudni, hogy a NATO tagállamok többsége is folyamatosan csökkenti a védelmi költségvetését, no nem olyan mértékben, mint ahogy mi. Elérkeztünk arra a szintre, már talán régebben is elérkeztünk arra a szintre, amikor a rendszer kvázi finanszírozhatatlanná válik. Engem nagy örömmel tölt el a sudár tisztelgő katona látványa. Azt kell mondanom egyébként, hogy kiállásában valóban olyan, amire azt lehet mondani, hogy ez egy magyar katona. De hogyha tudom, hogy egyébként meg majd nem tud repülni a repülő, mert nincs üzemanyaga, ha tudom, hogy nem tud menni a kocsi, mert nincs üzemanyaga, ha tudom, hogy nagy csomó szervezeti problémákat vet föl az, hogy alulfinanszírozott a rendszer, megjegyzem, mindig is az volt, tehát itt most nem ide akarom önteni az összes problémát, akkor azt kell mondanom, hogy itt és most van egy történelmi lehetőség arra, hogy legalább a minimumot határozzuk meg. Mi azt gondoljuk, hogy a minimum valahol 1,1 környékén van. Nem azt mondjuk, hogy ennek 1,8-nak kell lenni, no pláne nem 2-nek, már a GDP arányaiban, hanem azt mondjuk, hogy 1,1. Én adtam be erre egy módosító javaslatot, egyszerűen azért, mert kell rögzíteni. Van a magyar jogrendben erre precedens példának okát a nyugdíjak tekintetében, mert a Magyar Honvédség miközben egyébként majd építési, szolgáltatási feladatokat lát el, hiszen ez a mennyivel szebb dolog itthon megcsinálni ezt, mint Afganisztánban, miközben a Magyar Honvédségnek számos más problémája van,
Aközben egyébként meg egyszerűen a személyzetét nem képes felfrissíteni, nem képes új katonákat fölvenni, mert nincs pénz. Minimum egy-egy környékére kellene vinni ahhoz, hogy nagyon-nagyon alapjáratba legyen képes működni, és persze akkor sem volna képes új feladatok ellátására, és akkor sem volna képes a NATO támogatásának hiányában magával bármit is kezdeni. Éppen ezért jó az, hogy valamit szövetségben tudunk csinálni, mert a feladatot és a terhet is meg tudjuk osztani. Tisztelettel kérem, hogy gondolják végig. Ez a magyar költségvetésre most ebben a pillanatban nem jelent akkora terhet, ugyanakkor a mindenkori honvédelmi vezetésnek egyfajta stabilitást jelent, ami még egyszer mondom, nem dőzsi-bőzsi, hanem alapvetően az a lehetőség, hogy a későbbiekben hát kiegyensúlyozottabban legyen képes működni, és kiegyensúlyozottan tudja a feladatait ellátni. Tisztelt képviselőtársaim, van a jogszabály szerkesztésével kapcsolatosan egyéb probléma is. Most a jogszabályt viszonyítjuk az alaptörvényhez. Az alaptörvényre hivatkozással veszünk ki a korábbi jogszabályból számos szabályozási kört. Néhányra, ami korábban kétharmados volt, ami egyébként szintén alapvető jogokat érint, arra most azt mondta a miniszter úr, hogy azt majd felesben, az év második felében majd jól elrendezzük, feles törvényben jelzem. Ez mind-mind mégis azt jelenti, hogy az intézmény demokratikus kontrollja kezd jogi értelemben is és politikai értelemben is gyengülni. Politikai értelemben azért gyengül, mert nyilvánvalóan egy lojális kétharmad teljesen természetesen minden együttműködést meg fog adni a saját kormányzatának ahhoz, hogy a feladatait ellássa. És ez így normális. Na most ebben a szituációban rendkívül fontos az, hogy egyébként a nem föltétlenül lojális, de együttműködő egyharmadnak vagy másoknak adjuk meg azt a lehetőséget, amit egyébként demokratikus jogállamokban mindig megadnak, nevezetesen, hogy kontrollálhasson, ellenőrizhessen, beszámolást kérhessen, és a többi, és a többi. Ezek nem nagy dolgok. Ez nem beavatkozás egyébként a honvédség irányításába, nem elvonása a miniszter, a vezérkari főnök, vagy éppen közigazgatási államtitkár hatáskörének, dehogy is. Ez az ő működésüknek egy nagyon fontos stabilitást jelentő feltétele. Ez azt gondolom, hogy probléma. Éppen ezért az a fajta öröm, amely arról szól, hogy sikerült egy nagyon rövid, a korábbiakhoz képest nagyon rövid törvényt előterjeszteni. Tisztelt hölgyeim és uraim, miniszter úr, kedves vendégeink, ez ebben az esetben nem érdem. Nem érdem. Mert inkább lenne 20 szakasszal hosszabb, de ne sértene jogokat, meg alapvető döntések, mechanizmust szabályozna, semmint, hogy így majd lebegtetünk egyébként egy rövidet, sok esetben szabadon értelmezhetőt, de minden esetben és mindenkor a kormány kizárólagos döntésétől függő papírost a későbbiekben. Éppen ezért az a fajta öröm, az azt kell mondanom, hogy tiszavirág életű, mert most lesz egy honvédelmi törvényünk kétharmaddal, lesz egészen biztosan ezzel kapcsolatosan majd sok változás, ugyanakkor a későbbiekben ezer problémával fognak szembenézni, akkor, amikor veszélyhelyzet van, vagy minősített eset és szituáció. Tisztelettel kérem, hogy gondoljanak bele abba, hogy a világ forgandó, gondoljanak a 3 évvel ezelőtti helyzetükbe, meg a 3 év múlvai lehetséges helyzetükbe, és akkor ki fog derülni, hogy a demokratikus kontrollnak a szükségességét, azt az önök munkája is talán indokolhatóvá teszi, és fontossá teszi. Legeslegvégül engedjenek meg 2 észrevételt tennem. Mi marad ki a törvényből? A miniszter úr a katonai ügyészséget említette, de a titkos szolgálatokról elfeledkezett. Pedig azok korábban a magyar honvédség állományához tartozó szervezetek voltak. Korábban is mondtuk, korábban is említettük. Én magam egyébként minden politikai és szakmai súlyommal azon lennék, ha lehetnék, hogy megőrizni a magyar honvédség kebelén belül ezeket a szolgálatokat.
Az a fajta szándék, ami egyébként kívülről lopódzik a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium irányába, amely ezt a két intézményt gyakorlatilag egy felügyelet alá összevontan kívánja majd valahol valamilyen formában kezelni, ez a Magyar Honvédség számára sok tekintetben jelent nagyon erős szakmai kihívást, mert bizonyos feladatokat majd belső átszervezéssel kell felderítésről és egyebekről beszélek pótolni. Bizonyos információk pedig teljesen kikerülnek a mostani döntéshozók kezéből, és én úgy gondolom, hogy ez hát majdnem, hogy példanélküli a NATO-ban, ne hagyják. És a kormánypárti képviselőket, és arra kérem, bár itt most az ellenzékiek momentán többen vannak, hogy mert hiszen nemzeti ügyről van szó, mondhatnám pikérten, hogy legyenek kedvesek ellenállni annak a szándéknak, amely itt össze akarja fésülni az egészet, és azt akarja elérni, hogy a Magyar Honvédségnél megszűnjön a katonai biztonsági és katonai felderítő hivatal működése, illetőleg annak a feltételrendszere alakuljon át. Tisztelt miniszter úr, kedves vendégeink! Azt szeretném önöknek mondani, hogy mi egészen bizonyosan, akkor, amikor kormányoztunk, elkövettünk számos hibát. Azt gondolom, hogy ezeknek a hibáknak egy részének a kijavítására itt és most módjuk van. Azt viszont határozottan kérem, hogy ne tetézzék, ha már mi elkövettük. Azaz valóban a nemzetünk szemünk fényét, a miniszter urat idéztem, legyenek kedvesek megvalósítani. Ne nem létező ellenségre, nem létező hangulatra alakítsanak ki törvényt, hanem egyébként annak tudatában, hogy Közép-Kelet-Európa kellős közepén Magyarország büszke nemzet, történelmi tradícióit, hagyományait elismerik, a nagy nemzetközi katonacsaládban helye van, erre vonatkozóan naponta kapnak önök mindenféle jelzést. Ennek megfelelően egy szövetségi rendszerben működjünk együtt másokkal, legyen az NATO, legyen az EU, vagy legyen az mondjuk az ukrán, román, magyar zászlóval, ha még van ilyen. Én azt hiszem, hogy a bezárkózó, múltba forduló, önnön büszkeségünkön elrévedező honvédelmi politika inkább árt, mint használ. Forduljanak az újabb kihívások felé, teremtsék meg az ehhez szükséges társadalmi támogatást, de ne úgy, hogy egy zárt szobába elkészítenek egy olyan javaslatot, ami abstart elfogadhatatlan, hanem próbálják azt feltételezni szakmai, még egyszer hangsúlyozom, szakmai szervezetekről, adott esetben országgyűlési képviselőkről, frakciókról, hogy tán tudnak segíteni önöknek ebben a nagy feladatban. Az ország védelméhez, a hadsereg megtartásához sok sikert, ezt a törvényjavaslatot természetesen elfogadni nem lehet. Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés, most megadom a szót Básti Tamásnak, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának. Képviselő úr. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, miniszter úr. Qui desiderat pacem, preparet bellum. Aki kívánja a békét, készüljön a háborúra. Régi mondás, amelyet 900-valahány éven keresztül Magyarország felelős vezetői magukénak tudtak, és ez szerint kormányozták Magyarország haderőit, egészen 1918. novemberéig, amikor egy Linder Béla nevű 9 napig kormányzó, vagy regnáló, pontosabban regnáló hadügyminiszter nem akart több katonát látni. Nem tudom, milyen törvények voltak, amelyeket lehetővé tették számára, de meg tudta valósítani. Pontosabban nem látott több magyar katonát. És aki nem akarja a saját katonáját látni, az készüljön fel arra, hogy idegen katonákat lesz kénytelen elviselni. Mert 900 éven keresztül a magyar katonák megvédték ezt az országot, folytatták Szent István munkáját.
amely feltételezte itt a Kárpát-medencébe egy erős katonaságnak a folyamatos jelenlétét. A magyar katonaság nemzetközi tekintélyre tett szert. Karl Roberttől Nagy Lajoson keresztül, Mátyás király fekete seregén keresztül, európai hírű zsoldos seregén keresztül, a 48-as szabadsághoz vitézeit, vagy Hunyadi János seregét említhetnénk, Damjan is piros sapkásait, és folytathatnánk. A magyar katonák mindig megvédték ezt az országot minden ellenséggel szembe, amikor hagyták, hogy megvédjék őket. És nem úgy jártak, mint Kratochvil Károly székely hadosztálya, amely az utolsó pillanatig magányosan, magára hagyva, elárulva védte keleti Kárpátokat. Mert akit támogattak, az dicsőségre vitte az ország erejét, az országot. Mátyás hadai Bécsig jutottak, hadik